Adriákon, illetve az óceánparton, ott lakik a népesség több része, és magában, Bogotában, fővárosban jelenlegi becslések szerint 10,5-11 millióan laknak egy városban. Majd mutatom a képhez, mekkora az a város. És ami érdekesség még Kolumbiában, hogy az egyetlen dél-amerikai ország, ami a két óceán mossa a partját. Ugye a Csendes-óceán, illetve a Karib-tenger. Tehát ebből különleges. A déli középhőmérséklet az nem látszik pont elcsúszott, 24 fok. Ez azt jelenti, hogy szinte egész évben ez a 20-28 fok van. Hiszen közel az egyenlítő, és ami még érdekes, hogy igazából nincsenek évszakok. Van esős időszak, meg kevésbé esős időszak. Mi, hál' Istennek, a kevésbé időszak, esős időszakon voltunk, az a január-február, de akkor is ez a hőmérséklet, ez megvan. Tehát ott nincs fűtésszámla. Szerintem lehet, hogy szavuk sincs rá, mert nem kell fűteni sehol, egy kémén sehol, ilyesmit nem láttunk. Még a hegyekben is érdekes, hogy ugye mi is jártunk több mint 3000 méter föl, hó nincsen. Egy hegycsúcson volt régebben, a Kordiák, az 5000 méter fölött volt, ott volt hó, de már az is elolvadt ugye a klímaváltozásnak között, tehát egész országban nincsen, attól függően, hogy ilyen meleg van. És még egy érdekes dolog, hogy mivel közel van az egyenlítőhöz, tehát este 6 órakor 1000-re süt a nap, fél hétkor korom sötét van. És ugyanez reggel 6-kor, meg fél hétkor. Tehát nagyon gyorsan eltelt, és egész évben így van. Tehát voltunk, hogy sétáltunk este valamelyik város, és mondta, hogy anya, feküdjünk, már öreg este van. És akkor nézem, 4:48. Tehát ez ami hozzá kellett szokni. Állítólag ez a legnehezebb. Erika is mondta, hogy ez egy pár éve beletelt, még hozzászokott. Ők a függetlenségüket ugye a spanyoloktól 1810. július 20-án hívták ki. A pénzedük a... Na, megvalandulj, bocsánat. A pénzük a kolumbiai pezó. Amikor ki voltunk, 1000 pezó 90 forintot ért. Most néztem, tegnap 95 forint volt, úgyhogy egy kicsit erősödött a forinthoz képest. Furcsa volt az árcímkék, de hamar átálltunk rá, úgyhogy meg volt. Nos, amikor mondtuk, hogy megyünk Kolumbiába, általában ez volt az első kérdés mindenki, hogy nem veszélyes. Ugye, amit hallottunk régebben, amik történtek Kolumbiában, stb. Ez való igaz, így volt a régi időben. Ugye a gerillák, illetve gondolom mindenkinek ismerős a jobb felső sarokban az úriemből, Pablo Escobar, így van, aki a kezében, mint a Cali városnak ott a fő drogbáról, tulajdonképpen kezében tartotta nem csak az országot, hanem az egész kormányzatot, mindent, és ugye... És valóban mesélték, hogy 30-35 évvel ezelőtt egy külföldi turistával könnyen előfordult, hogy hát eltűnt valahol, és igazából hát lehet, hogy egy vese nélkül került elő, vagy lehet, hogy elő se került. Tehát akkor sajnos ez működött. Viszont elmond, azóta változott a világ, ugye az Escobar urat ugye semlegesítették, kiiktatták a rendszerbe, a kormány megegyezett a gerillákkal, és pár éven belül megindult a belföldi turizmus, illetve a külföldi turizmus, és rájöttek, hogy ez ugye nagyon jó pénz. És ugye mi a vendéglátóknak megfogadtuk, hogy elmondjuk minden lehetséges fórumon, hogy most már nem olyan Kolumbia, sokkal biztonságosabb, sőt biztonságosabb, mint más dél-amerikai ország. Természetesen itt is vannak olyanok, ahol nem kell elmenni. De ilyen helyet tudok mondani Tatabányán is, meg szerintem sok magyar helyen is, ahol nem kell elmenni. Volt, hogy Bogotába mentünk autóval, akkor a Gustavo barátom mondta, hogy na most akkor ablakot felhúzni, ajtót lezárjuk, utána mehetünk át, illetve vannak tényleg olyan részek, általában a nagyvárosoknak a déli részei, ahol ez a favella részek vannak, hát ott nem érdemes most nagyon fehér emberre közlekedni, de az úgysem olyan nagy látnivaló. És vigyáznak ránk. Tényleg rengeteg rendőrt láttunk mindent, sőt egy ilyen rendőr avatásba is belecsöppentünk az egyik városba, pont egy ünnepség van, tehát rengeteg rendőr, jó felszereltek a rendőr fegyverek, a plázákban fegyveres őrök mászkálnak, tehát azok vigyáznak ránk, tehát nagyon vigyáznak, ebben nincs gond. Hát én, ugye a szakma azért, ugye, a vér nem válik vízzé. Ez egy híd előtt volt, tehát vannak azért stratégiai pontok, amit katonák őriznek. Mondjuk érdekes volt, mert ezt a hidat ezt reggel 8-tól este 6-ig őrzik, akkor figyelnek utána, meg nem nagyon foglalkoznak vele. De ez így működik ott. Na most egy fontos dolog, ezért nagyon harapnak ott kint. Tehát Kolumbia nem Kolumbia. Ez nem nekünk szól elsősorban, akik ugye a saját nyelvünkön a Kolumbiát mondunk, vagy más nyelven. Ez az Észak-Amerikáknak, hogy ők mondják, hogy enkiknek szól, mert nagyon nem szeretik, hogy összekeverik a kettőt, Kolumbiát, illetve Kolumbiát.
és egy pólókon mindenütt, hogyha bármerre mentünk, ebben találkoztunk. Most igazából mi ezen a három részen voltunk, ugye Bogota környékében, Tuna környékén, ide Arménia környékén. Ugye Arménia környékén itt volt a kávé ültetvények, itt látogattuk meg, és itt ismerkedtünk meg, hogy hogyan kerül, honnan, hogyan kerül a pohárba a kávé, mert nem kis munka volt ez. Hát ugye a fő, ugye Simón Bolívar, az ő fő szabadságharcos úr, akinek a vezetése, a tábornoknak a vezetésével kivívták a függetlenséget. Egy érdekesség, ugye ő volt a szabadsághős, ő volt az egésznek a minden. Utána, amikor kivívták a függetlenséget teljes mértékben, akkor politikusi pályára lépett, ő lett ugye úgymond az államfő, és megmutatták nekünk Bogotában a régi részen azt az ablakot, ahonnan kimenekült a saját nép elől. Tehát ez a váltás nem igazán úgy sikerült, ahogy szerette volna. Egy külön emlékpark van neki, ezt úgy hívják, hogy Puente de Boyacá, egy hatalmas emlékpark, és ott még amikor kimentünk, ott még nagyon karácsony volt. Ott a karácsonyi díszeket nem vízkeresztől január 6-án bontják le, hanem január 15-én addig. És addig mindig, tehát úgy éreztük, mint a karácsonyi fényárban minden este, mind amikor itt Magyarországon készülünk a karácsonyra. Ez a park is tele volt, majd mutatok pár képet. Igazából ez a híd, a legnagyobb nemzeti emlékük, ez a kis híd, ugyanis itt folyt az a csata Simón Bolívar vezetésével, ami döntő fordulat volt a függetlenségi harcban. Hát látja mindenki, hogy hát nem egy nagy hídról van szó, ketten épp, hogy elfértünk, és a leírások szerint a csata is úgy folyt, hogy a két oldalról ketten felszaladtak, ott kardon megvívtak, aki életben maradt, akkor próbált tovább menni, aki nem, azt meg bedobták a kis folyóba. Ez a kép, a baloldali kép, az a 30-as években készült, tehát az itt őserdőt másképp nézett ki. Tehát ez, és ez nekik a legnagyobb. Ez olyan körülbelül, mint nekünk a Pákozdi emlékmű, olyan nagy hely. Hát ilyen karácsony volt ott. Érdekes volt, hogy pálmafák és akkor karácsonyi díszek, ugye hatalmas karácsonyfa, minden, és a hangulat is még teljes mértékben az volt karácsony, hogy ez nagyon furcsa volt számunkra. Utána mentünk ebbe a kis településbe, ez a Villa de Leyva. Hát ez egy tipikus spanyol koloniális időkből, ugye a gyarmati időkből származó kisváros, mint a legtöbb, hiszen miatt a spanyolok megjelentek, ugye indián őslakosok voltak, különböző nagyságú törzsek. Volt olyan törzs, aminek két magyarországi területe volt, volt aminek egy kisebb területe volt. Amiről híres ez a város, hogy egész Dél-Amerikában ennek van a legnagyobb főtere. Ez kb. 140x150 méteres ez a főtér. Érdekesség, a ismerős ugye a Móns Attila, Ilyász, ugye a farkas névre hallgat. Ő tavaly novemberben volt ki, és átlósan átlőtte ezt a teret, és úgy, hogy valami kis cél volt, és eltalálta. Tehát tényleg nagyon nagy tér. Általában a székesegyház, illetve a közigazgatásnak a része van ennek a főtereken mindig. Hogy arról híres, 1572-ben alapították, és azóta ezek a házak így vannak. Hát így emberekkel tele van, így látszik ez a tér. Rengeteg ember volt, előadás pedig ugye hétköznap voltunk ott, mindenféle ilyen fellépő csoportok voltak, utcazenészek voltak, táncoltak ott, itták a söröket természetesen, gyerekek szaladgáltak, fajlaltott. Hát nagyon hamar sötét lett, de mégis ugye hatalmas hangulat volt. Hát itt vagyok az utcák ebből a kis településből. Egyik érdekesség, hogy a jobb felső sarokból ezek az utcakövek, ezek még az eredetiek, amit az 1500-as évek végén tettek le. Keskeny utcák, hát ez most ilyen idilli képet mutat egyébként, épp hogy egy autó elfér benne, és mindig tele voltak. Az, hogy ki volt rakva a tábla, hogy behajtani tilos, vagy ilyesmi, abban nem foglalkoztak, az nem izgatta őket. Aki előbb ért oda a keresztelésbe, hogy tudott menni, hogy nem tudott menni, ez a őszinte. A tipikus kétszintes házak, ugye alul általában valamilyen vállalkozás van, kávézó, szervíz, vagy bármi kisbolt, ruhásbolt, minden, és a felső részen pedig laknak. Ez a megfigyelhető tipikus házak.